Szükségállapotot hirdettek a Seychelle-szigeteken, miután egy építőipari vállalatnál felrobbant 4 konténernyi rosszul tárolt robbanószerv. A detonáció következtében legalább 66-an megsérültek. A robbanás szerda éjszaka történt az indiai-óceáni szigetcsoport legnagyobb és legnépesebb szigetén, Mahé Providence körzetében. A detonáció több száz méteres körzetben megrongálta az épületeket, ablakokat, ajtókat, tetőket tépett ki. A szigetcsoport 4 kilométerre fekvő nemzetközi repülőterén is károk keletkeztek. A helyzetet súlyosbítja, hogy a szigeteket rendkívüli esőzések sújtották, áradásokat és földsusszamlásokat okozva. Az október végén kezdődött heves esőzések óta több százan haltak meg a kelet-afrikai régióban, és milliók kényszerültek lakóhelyüket elhagyni.